A civil véradás országos akció. Ilyenkor arra buzdítják a civil szervezetek tagjait és a magánszemélyeket, hogy minél többen menjenek vért adni, hiszen a vér az életet menthet, és erre bármikor szüksége lehet valamennyiünknek. A jótékonysági véradást a Pécsi Civil Központ szervezi. A hetedik civil véradást szeptemberre tervezik. A civil véradás azért jó, mert minél több civil szervezetet elérve az ő tagjaikon keresztül a vérellátó központok vérkészletét tudjuk annyira növelni, hogy bármelyikünknek szüksége van esetleg vérre, baleset vagy bármi folytán, mi is biztosan kaphassunk vért. Ezért jó lenne, hogyha minél több fiatal kedvet érezne arra, hogy vért adjon. A fiatalokat nehéz bevonni a véradásba, ezért a civil központ nyereményjátékot hirdet. A nyereményjátékban olyan civil szervezetek, cégek, magánszemélyek vesznek részt, akik fölajánlanak bizonyos tárgyakat, élményeket, eseményeket a civil véradóknak, hogy bármikor el tudnak menni, és egy élményt megvalósíthatnak, egy tárgyat kaphatnak azért, hogy elismerjék azt, hogy ezzel nagyon nagy értéket adnak a társadalom számára. A nyeremények többek között családi belépők várakba, élményközpontokba, színházba, állatsimogató programokra, termelői csomagok is gazdára lelnek majd a vértadók között. Az első véradók kétszer kapnak esélyt a nyerésre. A miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárság, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a civil szervezetek összefogásával szerveződik a hetedik civil véradás szeptemberben. Az egyesületek hírlevélben és a közösségi oldalakon értesülhetnek a részletekről.